Ötfogásos menük az asztalon a Pécsi Iparkamara Zsolnai termében. Helyi séfek készítették az ételeket, akik mestervizsga tanfolyamra járnak. Péntek este 12-en mutatták be műveiket. Ők valamennyien gyakorló séfek, nagyon jó szakemberek, mi csak megpróbáltunk még erre rátenni és rácsavarni, hogy a világszínvonalat közelítsék, hiszen nem kisebb feladatuk lesz, mint hogy a kamara és az iskolák őrájuk fogják bízni az utánpótlás nevelését. 2015-től csak mesteroklevéllel oktathatják a szakmunkás tanulókat hazánkban. A séfek felkészítője azt mondja, a legmodernebb irányzatokat, technikákat mutatták be a jelölteknek. Molekuláris gasztronómia, vákum alatti sütés, főzés, konfitálás, vagyis lassú hőn, bőzsiradékban sütés, mind a tananyag részei voltak. Ezek alapján állították össze a menüsorokat, főzték meg ételeiket pénteken. Ezeket most rutinszerűen fogják tudni már a tanulóknak megmondani, mert más az, amit az ember gyakorlatban megcsinál, illetve egy ilyen színvonalas kiállítást tud belőle produkálni. Remélem a nézőink látják majd ezeket a tányérokat, és ezeken valamennyi új technológia szinte megtalálható. Ezt szeretnénk nem csak a versenyekre, hanem a napi étkeztetésbe is levinni. A szakképzés színvonalának növelését tűzte ki célul a kormányzat a mesteroklevél bevezetésével. Ezért indulnak el vizsgára felkészítő tanfolyamok a hetekben. Baranyában elsőként szakács és felszolgáló szakmákban indultak nyár közepén. Egyszer csak elkezd följönni, és egy megfelelő szinten, hát én úgy gondolom egy-két éven belül, olyan szinten leszünk mesterekkel, szakács, pincér és egyéb mesterekkel, hogy az ember nyugodtan bemehet egy étterembe, kérhet, ajánlanak neki, tehát valószínű partnerként fogják kezelni. Pénteken a szakmai gyakorlati vizsgarészt teljesítette a 12 séf. Ők még szakmai elméletből, pedagógiából, üzleti ismeretekből tesznek vizsgát. Ezután kaphatják meg a mesteroklevelüket. A tanfolyam fejenként 300 000 forint, ebből 80%-ot az állam fizet. A mestervizsga felkészítést a helyi iparkamarák szervezik az országban.